mondhatom, hogy a lányok, igazából az Ákos fiú, meg én, ügyesen teljesítettünk egy nagy körfutás volt, előtte volt gimnasztika, úgyhogy most ez a plank van, és én mondtam, hogy elég 2 perc, de mindenki erőködött, hogy 20 legyen, egye fele, és akkor mondom, hogy ha már 20-ra megállapodtunk, akkor legyen is, föl nem adjuk soha. Tehát csajok, 20 perc vagy több lehet, jó? Ha valaki esetleg többet akar, az ismerhet. Kis szorgoskák, aranyosak csinálják, ugye zsoké képzésen vagyunk. Erőgyakorlatok vannak, gimnasztikák, futások, lesz még fekvőtámasz, egyebet. Aki úgy érzi, elég, semmi probléma. Itt van egyedüli fiú, Ákos. Na, hogy vagyunk? Kifaggattam a lányokat, ki mikor lovagol. Hétközben azért sportolgatnak, Borka készül vizsgára, ugye érettségire. Egy héten egyszer lovagol, a lányok ott lovaglás, hogy megy? Hányszor egy héten? Közben megy az idő? Nem eleget. Nem eleget, de valamennyit? Vagy még kevesebbet? Hetente? Nagyon jó, és te, Panni? Hát én most rosszabbul állok vele, mert kiesett a vizsga helyszínünk. Igen. Egyetemen, hogy letettük a vizsgát, úgyhogy az most kiesett, úgyhogy ritkában járok. Ritkában. Most jelenleg, igen. Jó. Dorkát kifaggattuk. Itt kifaggatás, lovaglás. Heti egyszer legalább, Ákos, azt tudom személyesen igazolni, hogy azért jövöget. Itt a lányok, ugye szerintem mind a hárman tréningbe vagytok végig, ahogy az iskola enged, ha szünet van, akkor minden napokat itt töltitek, ha szabad van, tehát szombat, ilyesmi, szintén itt vagytok. Úgyhogy jó, kifaggattam mindenkit. Jó, most le akartok dőlni egy picikét? Alukálni egy fél órácskát? A plank jól sikerült, futás, gimnasztika jól sikerült. Kitalálunk. Fújunk egy picit, nem baj, hogyha fújtok. Na. Fekvő támaszból 20. Könnyedén fog menni, igen. Egyelőre meg vagyok elégedve a lányokkal, nagyon ügyesek. Mind a lányokkal, az Ákos, az fiú. Mindig kijelentem. De egyelőre meg. Na, kezdjük egy 10 fekvő támaszsal is, aki bírja tovább, akkor megy tovább, jó? Csak helyesen csináljuk a fekvő támaszt, ne ez a félig lerakom a mellkasom, len legyen a földön. Ákoskám, hagyd mutassam, bevet fel, légy szíves. A helyes fekvő támaszt. Jó. Vigyázz, hogy jön. Vagyok. Tehát, a helyes fekvő támasz. Ecig itt. Ugye? Természetesen. Lepattanok. Én. Tehát kirakom magam, kényelmesen, ne is túl oda, mert ott már nehéz lesz. Egy körülbelül ilyen helyre, és hogyha fekvőtámasz, lerakom a mellkasom. Tehát teljesen le legyen a földön. Jó? Az orrom is érintheti. Körülbelül. Egyenlegyen, mellkasnál, orr szintén lenne. Na, próba!